A Kocka Birodalom egy páratlan kiállítás, ami először jár Budapesten. A világon egyedülálló módon a gyerekeket célozza meg a technika szépségein keresztül, ami társítva van műszaki tudással, tudománnyal és rengeteg mókával. Jó legózni egyáltalán. Miért jó legózni? Azért, mert van olyan legóz, amit lehet irányítani, ami itt lehet, és még lehet olyat, hogy lehet építeni is. És ezért örülök. Sokkal nagyobb öröm vele játszani, mint a gépen valamelyik játékon. Itt leépítem egy. Sok kreativitás kell az építészethez, hogy mit építsünk belőle. Mit tudunk kihozni egyes LEGO darabokból. Hogyha visszagondolok az én gyerekkoromra, akkor minket is végig kísért a LEGO-val történő játszás. Nekem van egy 7 évvel idősebb bátyám, úgyhogy amit ő kapott LEGO-t, azt én mindig megörököltem. Kedvencem a LEGO is, rengeteget játszok vele, és ez a... Az a szilvalom tetszik a legjobban, mert az a jelen az obidat. Szerencsére már egész pici koruktól megismerkedtek a LEGO-val, és mindegyiknek vannak kedvenc LEGO játékai, úgyhogy persze mentőként muszáj felhívnom a figyelmet arra, hogy a pici LEGO darabok veszélyesek lehetnek, hiszen félre lehet nyelni, légúti elzározást okozhat, de hát vannak óriási nagy LEGO elemek is, amik egy pár hónapos gyereknek is kiváló játékot jelentetnek, és én nyugodtan állítottam, hogy a kreatív játékok a legjobbak, hiszen fejlesztik is a fantáziát, ezt látjuk mi is a gyerekeken.